Soha nem süt be a nap, az évek tova szállnak, mint egy múló az HBO Max, vagyis idehaza még az HBO Go is előrukkolt egy karanténfilmmel, hogy hogy nem pont a Malcolm és Méri bemutatójának idejében, ám egy egészen más aspektusból megfogva az eseményeket. A komolyság helyett ugyanis itt a könnyedség volt a hívószó, de vajon mennyire jött össze, hogy alig egy évvel a járvány kitörése után már is viccet csináljunk belőle. Nézzük, hogy milyen. Mielőtt azonban belecsapnánk, arra kérnélek, ha tetszett a tartalom, iratkozz fel kicsin csatornámra, illetve támogass engem egy jó kövér lájkal. A történet szerint tehát az éppen karantén alá helyezett Angliában járunk, ahol egy pár szemszögéből követhetjük az eseményeket a pár már csak inkább idézőjeles, ugyanis éppen szakítanának, csak hát a kialakult helyzetben nincs hova menekülniük. Így még le kell húzniuk egymást kerülgetve két hetet a házban, miközben folyamatosan peregnek a Zoom és Skype meetingek, a háttérben a híradások beszámolnak a nagyvilágban történt eseményekről, mindezek mellett pedig a férfi hirtelen kap egy szállítmányozási munkát. Nem is akármilyet, egy roppant értékes gyémántot kell átszállítani a A-ból B-be, az unalomnak köszönhetően pedig jön is a formabontó ötlet. El kéne lopni ezt a drágakövet. Ez a film sajnos ezer sebből vérzik. Nem rossz. Ó, oh, ha még csak rossz lenne, esküszöm jobban jártunk volna, még mindig legyen valami inkább pure szar, mint hogy annyira középszerű, unalmas semmilyen legyen, hogy az már kimondottan dühítő. A karantén ugyanis a legszürkébb iparos munka, amit mostanában láttam. Nulla ötlettel, hogy mit is kezdjünk a történettel vagy a színészekkel, majd két órán keresztül elhúzva a nulla dimenzió sztorit. Sok a nulla tudom. Konkrétan nem történik semmi érdemleges. A karakterek olyan érdektelenek, hogy a legminimális mértékben sem tud meghatni a nyomorúk. A nagy dírrel durral beharangozott gyémántrablás meg az utolsó 20 percig kilátásba sem kerül, és kimondom öcsém, megcsinálták a világ legunalmasabb rablását. Tíz év letöltendőt adnék mindenkinek, akinek benne voltak a ebben az idézőjeles alkotásban, amit érzése az emberiség ellen elkövetett büntettek közé sorolnék. Adódik a kérdés, hogy akkor miért nem nyomtam ki a fenébe és hagytam abba? Azért, mert mocskosul mazoista vagyok, szeretek szenvedni. Legalábbis ezt gyanítom. Meg persze nem akarok valamiről véleményt nyíteni. Válítani, aminek nem láttam minden képkockáját. De ezt megnéztem, srácok, megnéztem, hogy nektek már ne kelljen. Ugyanis, ha rám hallgattok, olyan nagy ívben kerülitek el ezt a filmet, amekkorában csak tudjátok. Szóval néha a karakterek beszélgetnek, de ezek olyan párbeszédek, amik miatt az ébren kellett konkrétan küzdenem. Az egyetlen ötletesnek nevezhető dolog, hogy a koronavírus alatti trendeket meglepően ügyesen figurázzák ki. A WC papír felvásárlás, a végtelen videócsetelés, az otthonmaradás terhei, ezek egész jól lettek implementálva. Csak hogy ez önmagában édeskevés, még ha valóban szórakoztató eleme is voltak ennek a szürkeségnek, nem húzzák ki a csávából az egész produkciót, ennyire nem lehet felépíteni egy filmet. De igazából, hogy a francba tudták ezt majd két órára elhúzni. Még azt mondom, ha csináltak volna egy standard 90 percesre vágott baromságot rendben, de hogy még rabolják is a nézők drága idejét, az különösen fájdalmas. Erre szokás mondani, hogy izgalmasabb nézni, ahogy szárad a festék a falon, vagy ahogy nő a fű, vagy mondjuk ennél még a halálos harcmezőt is inkább újra nézem, pedig emlékezhettek, hogy arról is meg volt a véleményem rendesen. Mégis hova tudnánk besorolni műfajilag a karanténmelót? Rohadtul nem végjáték, mert nevetni maximum kínunkban fogunk rajta, de nem is akciófilm, hiszen nincs benne akció a beígért gyémántopás ellenére sem. Ugyanakkor a dráma is erőteljes túlzás lenne, mert egy doboz ráma margarinban több a dráma. Ötöd. <laughs> Egyszerűen egyik komponens sem működik rendesen, minden diszfunkcionál, így pedig képtelenség élvezni. Utána néztem kicsit mások véleményének, néhány, néhány nézői reakciót kerestem, és a legtöbbjük azt írta, végig se nézték inkább, csak beletekergettek a cuccba. Barátaim, nektek van igazatok. Ha még egyszer születnék, biztos, hogy nem nézném meg ezt a langyos fost, de ha visszautaznék az időbe, akkor fel is pofoznám múlt levit abba a pillanatban, amikor megfogant a fejében, hogy kritikát csináljon a filmből. Így, na jó, elég lesz a récsből, inkább elmondom még, hogy minden totálisan közepes. A rendezés, a képi világ, a vágás, az operatőri munka, még egy TV-filmnek is haloványan nulla, egyszerűen képtelen megragadni a figyelmét az embernek. Ugyanez igaz a zenére is, ami olyan felejthető, hogy valóban már tényleg nem is emlékszem rá. Hmm, miről is beszéltem? Na mindegy. Beszéljünk egy kicsit a színészekről. Csújtel, Edgy For, Oscar jelölt, és Enhedővé Oscar jelölt, és nyertes is. Micsoda páros, nem igaz? Ebből csak valami jó sülhet ki, ugye? Hát nem. Nagyon nem. Egyik élettelenem, mint a másik. Lapos alakítások, azt sem tudják, mit kezdjenek magukkal. Valószínűleg nagyon kellett valami szerep, csak azért írtak alá erre a cuccra, de hogy egyik se akarta igazán, abban teljesen biztos vagyok. Hedővé már amúgy is rég túl van a fénykorán, az ósa szétet soha nem fogom megbocsájtani neki sem de itt nálam új fent leszerepelt. Edgy for pedig joggal lehetne felkapott, de ez biztosan nem villogtatja majd a portfóliójában. A színészi munka röviden az értékelhetetlen súrója, pedig ugyebár hangsúlyoztam a Malcolm és Méri esetében, milyen fontos is, hogy a kevés szereplő esetén jó legyen a duó, meg legyen a kémia, mi egymás. Na ez itt totális baklövés. Kis apróság, jó dolog, hogy több videócsetes cameo szereplő villan meg a filmben, itt van Ben Stiller, Ben Kingsley, már Getis, és még többen, csak hogy a legnagyobbakat említsem. Ha emellé valami értelmes forgatókönyvet is írnak, mennyire örültem volna, Nos, ennyi. A karanténmeló egyszerűen vállalhatatlan. Fájdalmasan unalmas, nem történik semmi, egyik elemesen működik, egy-két jópofa kívül érdektelen az egész alkotás. A színészekről szó sem érdemes, minden más meg még náluk is felejthetőbb. Senkinek ne közelítsen felé, ha nem akar szellemi sérülésekkel távozni a tévé elől. Nem sokára újra tali, addig is mindenkinek jó filmezést, mozizást kívánok. Levi out, sziasztok!